Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Dieses Jahr feiert seinen 40. Geburtstag der Sechsader Wunderland Kindergarten. In dem 1981 errichteten Kindergarten gibt es seit den Anfängen ungarndeutsche Nationalitätenerziehung. Seit 2005 ist die Sechsader Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Träger der Einrichtung. Seitdem wurden viele Projekte verwirklicht, um die Kinder in einer immer moderneren und bequemeren Umgebung zu empfangen. Diesen Sommer wurde die Heizung modernisiert. Unser Kindergarten, der Wunderland Kindergarten, liegt in der Stadtmitte von Sechsad, an einer frequentierten Stelle. Seit dem 1. Juli 2005 ist die Sechsader Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Träger des Kindergartens. Und das Gebäude wurde 1981 gebaut. Wir haben hier im Kindergarten 11 Gruppen und für 249 Kinder bieten wir sichere und heimische Umgebung hier im Kindergarten. In dem äußerst gut ausgerüsteten Kindergarten hat sowohl Altes als auch Neues seinen Platz. Im Flur steht ein Ehepaar in schwäbischer Tracht neben einer holzgeschnittenen, bemalten schwäbischen Krippe. Die ehemaligen Gebrauchsgegenstände, Trachtpuppen oder Haussägen rufen für die Kinder die Vergangenheit und Traditionen wach. Die deutsche Nationalitätenerziehung ist seit der Eröffnung des Kindergartens präsent und die Eltern und die Großeltern haben das Bedürfnis, dass ihre Kinder Deutsch lernen und die Traditionen der Ungarndeutschen kennenlernen und weiterpflegen. Das Ziel unserer deutschen Erziehungsarbeit ist das Anfreunden mit der deutschen Sprache und die Traditionen der Ungarndeutschen weitergeben. Ein Stolz des Kindergartens ist sein Hof. Die vielen Spielzeuge, Holzhäuser, abdeckbare Sandkästen sowie der moderne Sportplatz sind Ergebnisse von erfolgreichen Bewerbungen der vergangenen Jahre. Die mit Abenteuern lockende Burg konnte mit Unterstützung der Partnerstadt Bautzen auf dem Hof des Kindergartens aufgebaut werden. Die Sechsader Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung hat als Träger hat wichtige Ziele hier im Kindergarten. Erstens ist die persönliche und die sachliche Bedingungen für die Nationalitätenerziehung sichern und zweitens die Modernisierung des Gebäudes des Kindergartens. Seit 2005 haben wir schon viele, viele Projekte zusammen verwirklicht, zum Beispiel energetische Erneuerungen. Dach, Fenster und Türen haben wir getauscht und Terrassen und Boden im Gruppenzimmer wurden neu gelegt. Sportplatz und Bautzenland wurden gebaut und hier dieses Jahr wurde die Heizung modernisiert. Um den Kindern und den Erzieherinnen eine angenehme Atmosphäre zu sichern, haben wir Kinderspielzeuge und interaktive Spielzeuge und Spielzeuge für den Hof gekauft. Wir haben noch weitere Pläne für das nächste Jahr. Wir möchten modernisieren unsere Wärmezentrale und darum hat schon der Träger eine neue Ausschreibung für das nächste Jahr beworben. Diese Projekte waren für uns ganz, ganz wichtig, weil unser Kindergarten dieses Jahr 40 Jahre alt ist und den Geburtstag des Kindergartens wollten wir in einer erneuten Umgebung würdig feiern. Und für uns ist das wichtig, wenn die Eltern zufrieden sind und wenn die Eltern und die Kinder zufrieden sind, sind wir auch zufrieden. Als schönes Ergebnis der deutschen Nationalitätenerziehung im Wunderland Kindergarten kann
kann betrachtet werden, dass die Mehrheit der Kinder in eine zweisprachige Grundschule oder in eine deutsche Nationalitätenklasse geht. Nach Feked wurde auch in einem anderen Branauer schwäbischen Dorf, in Schomberg, das neueste Theaterstück von Christian Aki, der Bündeltanz von der Theatergruppe Operon, aufgeführt. Das Stück, das ungarisch etwa Botyu-Tanz bedeutet, entstand in Zusammenarbeit einer Gruppe, die im sozialen Netzwerk eine Gruppe ins Leben rief, wohin schwäbische Familien ihre Geschichten einsenden konnten. Mehrere von diesen Geschichten sind im Theaterstück enthalten. A Gutentagnál az van, hogy azt mindenképpen hangozzon ez a mondat, tehát úgy gyertek meg be, hogy hogy van az egyik feszengés. Mit tudom én, megdicsérik a kertet, a szőlőt, aztán proszít, proszít, feszengünk egy kicsit, aztán hazamennünk. Igen, és utána itt állsz, hagyjunk ennek a képnek időt. Nagyon széles a nézőtér, tényleg, hogy lássanak a nézők mindent. A magyarországi németek elhurcolása 1946. januárjában kezdődött. Ekkor kötöttek Batyut legalább 220-230 ezren, és indultak el velük a vagonok. A kitelepítettek és a Málenki robotra elhurcoltak szemszögéből készült a közelmúltban egy színdarab, Bündeltánc, azaz Batyutánc címmel. A fekedi ősbemutató után egy másik baranyai sváb faluban, Sombereken is előadták a darabot. Én olyan 10 éve már játszom ennek az előadásnak az elkészülését a fejemben, és 2021. augusztus 17-én jött el az a pillanat, amikor ezt be tudtok mutatni. A sváb kitelepítésnek, svábok kitelepítésének a témakörét járja körül. Igazából a projekt volt nekem fontos olyan szempontból, hogy én nem úgy szoktam dolgozni, hogy írok valamit, vagy megkérek valakit, hogy írjon valamit és rendelkezze le, hanem összeszedtem egy alkotócsapatot, mindenki származását tekintve sváb felmenőkkel rendelkezik, és ezért bizonyos értelemben érintett a téma kapcsán. Volt a történelmi emlékezet, voltak a sváb zenei hagyományok, a sváb kulturális örökség, és ezt én rádobáltam a játszók néhány improvizációjára, és így jött létre ez a szöveg, aminek most itt a sombereki háttér is mutatja, hogy most már nem Fekeden vagyunk, ahol az ősbemutató volt, hanem az első tájolásra várunk, hogy lejátsszuk ezt a sombereki közönségnek is. Még jó, hogy elhívtam a barátaimat, egy kicsit muzsikálni. Hát a szél. Minek jönnek ezek ide? De bemutatkozni. Bemutatkozni? Most miért vársz ilyen fokát? Ha abban is van valami baj, az is valami kifogást kell keresni? Abban is. Nem. Miért kellek én ide? Tudtom, hogy itt élsz. Felőlem visszaköltözhet apám házába, és akkor majd nem kell itt lenned. Jó? Elég legyen most már! A darab szereplői maguk is az igazságtalan történelmi események áldozatainak leszármazottai. Nagyon nehéz nekem ez a darab, mert engem is érint család szinten, illetve nem csak az én családomat érintette, hanem a feleségem nagypapája sokat mesélt róla. Érdekes, hogy gyerekként ezt nem nagyon tudtam komolyan venni, mert ugye meséltek erről a kitelepítésről, és ez nekem olyan volt gyerekként, mint amikor most én azt mondom valakinek, hogy játszottam a Bayern Münchenbe, tehát gyakorlatilag nem jelentett semmit, tehát ilyen illúziókat kergetett számomra, és most így a próbaidőszak végére érkezett meg, hogy mi is történt valójában, és gyakorlatilag a főpróbán és az előadásokon a végére nálam le is nullázódott minden, és bőgtem. Ki kell mondani, hogy sírtam az előadás végére. A színdarab megformálását egy alkotócsoport végezte, akik Ákli Krisztián vezetésével csak erre a munkára álltak össze. A forgatókönyvet pedig az élet írta. Ritter Györgynek hívják a konzulensünket, aki egy solymári sváb, és az ő vele nagyon sokat konzultáltunk erről, és ő nagyon sokat gyűjtötte ezt a témát, ő személyesen érintett is a családja, és inkább arra törekedtünk, hogy nem is ilyen személyes érintettségek voltak, hanem hogy mik azok, amik ilyen globálissá tudnak válni. De nekem például nagyon megindító volt egy történet, én azt hiszem, hogy ez egy ilyen Duna Bogdányi interjúba hangzott el, hogy hát kitelepítették a családot, és a kutyát ott kellett, hogy hagyják, és
ott a szomszéd meg nem bírta nézni, hogy szenved a kutya és agyon ütötte. És ilyen, ezek apró történetek, vagy ilyen, nem tudom, nagyon, nekem például ez valami nagyon megragadt. Az alkotók létrehoztak egy csoportot is a közösségi oldalon. Oda küldhették be Schwab családok történeteiket. A rendező ezekből a történetekből és az azokra épülő szituációs gyakorlatokból alkotta meg a darab érzelmi hátterét, keltette életre a kor hangulatát. 12 éves volt, és az öcsém így viselkedett. Vikics feiert dieses Jahr zwei Jubiläen. Die örtliche deutsche Tanzgruppe Vikics ist 15 und die Vikitscher Blaskapelle 45 Jahre alt. Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde das neue Heimatmuseum eingeweiht. Der Vikitscher traditionsprägende Verein bewarb sich erfolgreich im Programm für ländlichen Zivilfonds im ungarischen Dorfprogramm und aus der erworbenen Unterstützung im Werte von 6 Millionen Forint konnte das Gebäude in der Lajos-Kossuth-Straße 12 kaufen und die Straßenseite sanieren. Überdies trugen Vikitscher Selbstverwaltung und die Nationalitäten-Selbstverwaltungen zur vollkommenen Sanierung des Gebäudes mit fast 8,5 Millionen Forint bei. A több nemzetiségű település kulturális értékeinek feltárása, megőrzése és bemutatása a célja a Bács-Bokodi Hagyományőrző Egyesületnek. A falu múzeum korábban a helyi általános iskola zárda épületében kapott helyet, de az hamar szűkösnek bizonyult. Az önkormányzat egy önálló ingatlant vásárolt, ahol a Bács-Bokodi helytörténeti gyűjtemény végleges elhelyezését tervezték. A Magyar Falu Program falusi civil alapján elnyert 6 millió forintból, valamint a Bács-Bokodi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok további csaknem 8,5 millió forintos támogatásából valósult meg az ingatlan teljes körű felújítása. A Falu Múzeumnak a célját 2012-ben a Hagyományőrző Egyesület megalakulásakor fogalmaztuk meg. Ezt követően egy éven belül létre tudtunk hozni egy helytörténeti gyűjteményt, együttműködve a nemzetiségi önkormányzatokkal, a német önkormányzattal és a horvát önkormányzattal, valamint a nagyközségi önkormányzattal. A helyszínt az általános iskola biztosította számunkra. De ezt a helyszínt egyrészt hamar kinőttük, a tárgyegyüttesünk olyan magas tárgyszámmal bővült időközben, hogy nem tudtuk elhelyezni az adott alapterületen. Másrészt 2019-ben az iskola felújításon esett át, így be kellett dobozoljuk, el kellett költöztessük onnan a kiállítást. Ez volt az a fordulópont, amikor meg kellett hozni a döntést, hogy egy önálló épületet vásárol a község a helytörténeti gyűjtemény kiállítása céljából. Ez egy nagy polgári parasztház, amiben most itt, annak az udvarán itt állunk. Ebből 200 négyzetméter belső lakóteret alakítottunk most ki bemutatás céljából. Ennek megfelelően kialakításra került ugye a szokásos konyha, a női részleg mondjuk így, egy helyiséget biztosítottunk a házipar számára, egy német tájszobát, egy bunyavác tájszobát hoztunk létre, valamint mivel ez alapvetően egy polgárosodó nagygazdának a háza volt, így egy polgári társalkodó szobával is berendeztük ezt az ingatlant most. A berendezés mondhatni 90%-ban a helyi lakosoknak a felajánlása volt. Mihez 2013-ban megnyitottuk az első helytörténeti gyűjteményünket az iskola épületben, onnantól nőtt a lakosok bizalma a kezdeményezés felé, tetszett nekik, amit láttak, biztosítva látták azt, hogy a hagyatékuk, a régen őrzött relikviáik biztos kezekbe kerülnek, így egyre többen ajánlottak fel újabb és újabb tárgyi anyagot, amivel tudtuk bővíteni a kiállítást. Bács-Bokod idén kettős évfordulót ünnepel. A helyi Vikics német tánccsoport 15, a Bács-Bokodi fúvószenekar pedig 45 éves. A kedvezőtlen időjárás miatt a néptánccsoportok és a fúvószenekar nem a falu múzeum udvarán, hanem a Meitz Ferenc művelődési házban mutatták be produkcióikat. Az elmúlt években is bebizonyosodott, hogy azok a települések lehetnek sikeresek, ahol tudják, mit akarnak, és össze is tudnak fogni a közös céljuk megvalósításáért. Bács-Bokod ilyen település, alakítják jövőjüket, tisztelik és ápolják hagyományaikat, mondta köszöntőjében Zsigó Róbert államtitkár. Bács-Bokodon már 2014-ben létrehozták a helyi értéktárat, és ennek köszönhetően az elmúlt 7 évben a Hungarikum pályázatokon többször is sikerrel szerepelt a település.
im Rahmen des Sechsader Herbstfestivals in Organisierung des örtlichen Chors Mondschein wurde das Festival der Chöre veranstaltet, an dem Chöre aus vielen Teilen des Landes teilnahmen. Ziel der Organisatoren war, zum einen die Beziehungen zwischen den Gruppen zu stärken, die in verschiedenen Teilen des Landes tätig sind, zum anderen die schönsten Stücke der traditionellen deutschen Musikkultur wiederzubeleben. A Szekszárdi Mondschein kórus tagjaiban 7 évvel ezelőtt fogant meg a gondolat, hogy egy saját rendezvénnyel kapcsolódjanak Szekszárd város legnagyobb ünnepéhez, a Születhez. Az idei első ízben megrendezett őszi fesztivál szervezőinek felkérésére társrendezvényként szerveződött a Német Nemzetiségi Zenei Kultúrát Népszerűsítő Kórus Találkozó. Erre a kórus találkozóra rendszeresen hívunk Tolna megyéből mindig más-más településről német kórusokat, illetve Tolna megyén kívülről is a barátai kórusunkat meghívjuk. Néha Németországból is meglátogatnak bennünket. A célunk az, hogy ne csak a német nemzetiség ismerje és ápolja a német kultúrát, hanem nyitni szerettünk volna a magyar közönség felé, hogy ők is ismerkedjenek meg ezzel a kultúrával. Nagyon jó érzés egy-egy kórus találkozón, hogy egy hasonló népdalt énekel egy másik kórus, kicsit másik dallammal, kicsit másik szöveggel, és ez mutatja azt, hogy összetartozunk. A kórusok képviselői egyöntetően arról beszéltek, közös feladat a népdalkincs megőrzése, továbbadása és a kapcsolatok építése. És erre ezek az alkalmak a legmegfelelőbbek. A Kakasdi kórus 2004 óta énekel együtt, számos hazai és külföldi fellépéssel a hátuk mögött érkeztek Szekszárdra, mint rendszeresen visszajárók a fesztiválra. Karika Ágnes, a csoport vezetője azt mondja, ezek az alkalmak nagyban hozzájárulnak a következő nemzedékek tanításához is. Akiket már jól ismerünk az idősebbek közül, őket nagyon becsüljük, mert őtőlük még tanulhatunk, és mindig vannak olyan fiatalok, hála Istennek, akik itt ismerik meg tulajdonképpen a kórus életén kívül az egyéb dolgokat is, hogy mi mindent jelent még az, hogy a német nemzetiséghez tartozunk, nem csak az énekeinket, hanem rengeteg minden mást is. Minden meghívás egy mérföldkő minden énekkar életében, állítja a budapesti második kerületi német önkormányzat kórusának vezetője és az önkormányzat elnöke Kretz Éva. Ezek a mérföldkövek, amik tovább segítenek minket a nehézségeken, és borzasztó nagy örömmel jövünk azokhoz az emberekhez, akik hasonló múlttal, hasonló identitással és hasonló szemlélettel rendelkeznek, mint mi. Úgyhogy számunkra roppant fontos a sváb közösség és a német összetartozás itt Magyarországon, mert ez nem csak azért, mert otthonosságot ad, hanem azért, mert a jövő felé is ez mutat. Aki énekel, azt tudja, milyen az együttérzés, állítja Mölman Günterné, a pusztavámi énekkar vezetője.
A világ végére is elmegyünk, hogyha arról van szó, hogy azt a hagyományos, régi szép ének és dalkultúrát, amit a mi környékünkön, Pusztavámon énekelünk, hogy vihessük és megmutathassuk. Nagy öröm számunkra, hogy az országban nagyon sok helyütt hasonló énekeket énekelnek, egy kicsit más ritmussal, egy kicsit más szöveggel is néha, de éneklik, és milyenkor találkozunk, kicseréljük az élményeket, megtanulunk új énekeket, ellessük a másik kottáit esetleg, kölcsönkérjük, megkapjuk, és barátságok szövődnek. A találkozón fellépő ifjú szekszárdi táncosok is ezeken az alkalmakon találkoznak őseik kultúrájával, és ezáltal erősödik bennük az identitásuk, és kapnak egyfajta értéket, mely meghatározza majd viszonyukat a nemzetiségi kultúrához, a hagyományokhoz. Találkoznak az idősebbekkel, így ezek a rendezvények a generációk együttes ünnepévé válnak. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.